Ajándékozó körút. A polgármester és az alpolgármesterek idén többek között idős klubokba, bölcsődékbe, óvodákba is ellátogatnak. Aktív időskor. A színházban fejeződött be az idei programsorozat, amelyet az önkormányzat több mint 13 millió forinttal támogatott. Sportvetélkedő. Nagy küzdelemben dőlt el, hogy a jövő évi szombathelyi országos elődöntőben az Rínyisek és a Derkovicsos diákok képviselhetik a várost. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Pesenhoffer György. Jó estét kívánok! Évek óta hagyomány, hogy karácsony előtt a polgármester végig látogatja a város szociális intézményeit, és ajándékot oszt az előzetes felmért igények alapján. Egyebek mellett háztartási kisgépek, televízió és könyvek kerültek a karácsonyfa alá több mint 4 millió forint értékben. A szombathelyi egyházmegyei papi otthonban kávéfőzőre, vasalóra, gyümölcscentrifugára és ruhaszárítóra volt szükség, ezeket meg is kapták az önkormányzattól. A Caritas könyvcsomagokat vehetett át, amiket a megváltozott munkaképességűek különböző terápiáihoz használhatnak fel. Művészetterápiás, akkor szakmai könyveket, főleg pszichiátri könyveket, akkor a szenvedélybetegek rehabilitációjához, foglalkoztatásához könyveket. Idén 43 intézmény kap karácsonyi ajándékot az önkormányzattól. Mint minden évben most is azt a szeretetet és gondoskodást igyekszünk megadni, ami egyébként kijár mindenkinek, és különösen kijár ilyenkor karácsony ünnepe tájéken. Karácsony a szeretet ünnepe. Mindenkinek gondolni kell a másikra. Az ajándékozó körút háromnapos. A polgármester és az alpolgármesterek 16 helyszínre, idős klubokba, bölcsődékbe, óvodákba, a kórház gyermekosztályára és a hajléktalan szállóra személyesen is ellátogatnak. Előzetesen felmérték az intézmények igényeit. A Paragvári 86-os szám alatti családok átmeneti otthonába például több villanyrezsó és egy porszívó került. Elég sokféle dolog vásárlására került sor, és lehetőséget kaptunk rá, mint minden évben, ennek nagyon örülünk. Tehát itt a tévétől elkezdve a gáztűzhelyen, a mosógépen keresztül. Idén 4,3 millió forintot költ az önkormányzat az intézmények karácsonyi ajándékaira. Idei utolsó rendezvényéhez érkezett a két évvel ezelőtt indult Aktív időskor Szombathelyen programsorozata. A Padlás című darabot tekinthették meg az érdeklődők a Vörös Sándor Színházban. Tavaly indult útjára az Aktív időskor Szombathelyen elnevezésű programsorozat, melyben a 60. életévüket betöltött szombathelyiek vehetnek részt. Célja, hogy az idősebb korosztály olyan eseményekre és helyekre jusson el, amire egyébként nem lenne lehetősége. Az idei évben is számtalan programot állítottak össze a szervezők az aktív idősek számára. Az idén 11 különböző rendezvényen vettek részt az aktív idősek. Összességében az önkormányzat 13 millió forintot meghaladó összeget investált ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolítására. A színházban teljesen megteltek a széksorok. Hasonló érdeklődés jellemezte a programsorozat többi rendezvényét is az évben. Nem csak arra a programra jöttem, hanem amire tudtam, mindig álljuk egész évben. Hálások vagyunk, nyugdíjasok, hogy ilyen rendezvények vannak, és színvonalasak a kampányon, még eddig részt vettem. Nagyon, nagyon meg vagyok vele elégedve, kedves gesztus tőlük, hogy gondolnak ránk is nyugdíjasokra. Az Aktív időskor idei utolsó programján a Padlás című előadást nézték meg az érdeklődők. A Horgas Ádám rendezte darab 9-től 99 éves korig mindenki számára ajánlott. A szervezők szándékai szerint a jövő évben folytatódik a rendezvénysorozat. Ünnepi szertartás keretében avatta fel Veres András megyés püspök a Brenner János Általános Iskola új kápolnáját.
A szentmiséken kívül bármikor látogathatják a diákok, tanítók, ajtaja mindig nyitva áll majd a látogatók előtt. Isten mindenütt jelen van, de nekünk embereknek van szükségünk egy olyan kis épületrészre, vagy olyan épületre, ahol csak Isten felé fordulunk. Azt a helyet csak Istennek szenteljük. És ez a kápolna ilyen hely lesz ezután. Ünnepi misével egybekötve szentelte fel Veres András megyés püspök a Brenner iskola kápolnáját. Mivel mindenki nem fért be, az aulában helyet foglaló diákok kivetítőn nézhették a szentmisét. Ezzel a katolikus iskola birtokába vehette az új kápolnát, de több újdonság is útjára indult az intézményben. A hitoktatók lelki órákra, személyes beszélgetésekre is várják a gyerekeket. Lelki beszélgetéseket jelent, amelyben elmondhatják a gyerekek, ami a szívüket nyomja, amire kíváncsiak, illetve az adott ünnepkörökről beszélgettünk ezeken. A heti szentmiséket Bokor Zoltán tartja 9 osztálynak, a másik héten a másik 9 osztálynak. A kápolna aktív része lesz az iskola életének. A bármely szakában bejöhetnek a kápolnában, ami nyitva lesz, ha imádságot szeretnének elmondani, akkor is, és akkor is, hogyha valamilyen program keretében veszik igénybe a kápolnát. Természetesen minden héten, minden évfolyamnak van külön szentmiséje, vagy egy liturgikus alkalma, ami a kápolna igénybevételével jár, úgyhogy gyakran fogják a gyerekek használni. Nagy ünnepek alkalmával az iskola kisebb kápolnája helyett a szomszédos Szent Quirin szalézi templomot vagy a székesegyházat látogatják meg a Brenner iskolások. Könyv jelent meg Konko István nyugalmazott megyés püspök pályafutásáról. A Vörös Sándor Színházban adott át félautomata defibrillátort a polgármester. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket lepett meg ajándékokkal a városvezetés. Rövid híreinkkel folytatjuk. Emlékeim püspöki szolgálatom idejéből címmel megjelent Konkoly István nyugalmazott püspök könyve, amelyet hétfőn mutattak be a Brenner kollégiumban. 1954-ben szentelték pappá, 1987-től 2006-ig a Szombathelyi Egyházmegye püspöke volt. Vezetősége idején templomok újultak meg, újraindult, illetve megalakult számos oktató-nevelő intézmény. Létrejött a Martineum felnőtt képző akadémia, és Szombathelyre látogatott II. János Pál pápa. A kötetből megismerhető nem csak a püspöki szolgálat öröme és bánata, hanem az a sok-sok küzdelem is, amelyet a rendszerváltás idején kellett megvívni. A 2011-ben indult Segítés Városa program keretén belül ez idáig több mint 27 ezeren tanulták meg az újraélesztést, de eléri a 12 ezeret azoknak a száma, akik elsajátították a félautomata defibrillátor kezelését. Ahhoz, hogy ez az erőfeszítés eredményes legyen, szükség van a frekventált helyeken elhelyezett újraélesztő készülékekre is, emelte ki Puskás Tivadar polgármester a Vörös Sándor Színház aulájában egy új készülék ünnepélyes átadásán. A tervek szerint további intézményekbe is kihelyeznek hasonló készülékeket, mint például a Városházán vagy a Sportház épületében. Karácsonyi ünnepséggel és természetesen ajándékokkal kedveskedett Szombathely önkormányzata a megyeszékhelyen élő 14 évesnél fiatalabb hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. Puskás Tivadar polgármester és Takácsné Tenki Mária bizottsági elnök összesen 151 ajándékcsomagot adott az MMIK-ban megtartott rendezvény keretében. Emellett a gyerekeket a Mesebolt Bábszínház színvonalas műsorral lepte meg. Hat általános iskolai csapat mérte össze tudását azon a városi sportvetélkedőn, amelyet idén is hagyományosan az egyetemi sportcsarnokban rendeztek. A verseny végén az Rínyi és a Derkovics iskola csapata örülhetett, hiszen ők jutottak be az országos elődöntőbe. Bemelegítő gyakorlatokkal hangolódtak az általános iskolások a játékos sportverseny városi döntőjére. Kocka Tibor alpolgármester köszöntőjét követően kezdetét vette a vetélkedő. Futottak, csúsztak, másztak a gyerekek, mindent alárendeltek a sikernek. A 4 évtizedes múltra visszatekintő vetélkedők magyarországi hódító útjukra éppen Szombathelyről indultak a 70-es évek elején. Nem csak a múltja szép, de az eredményeink is szépek, hiszen rendszeresen a szombathelyi iskolák végeznek az első helyeken, vagy az első helyen az országos megmérettetéseken.
A Gotthárd, a Derkovics, a Zrínyi, a Dési, a Bercsényi és az Oladi iskola 18 fős csapatai jutottak a városi döntőbe. Idén az országos elődöntőt, ahova 8 csapat jut be, Szombathely rendezi január 29-én. Ennek van egy országos szervező bizottsága, és a szervező bizottsága dönti el, hogy melyik 20 játék szerepelhet ebben a konstrukcióban. Mi ebből a 20 játékból az első selejtezőben kiválasztottuk 10 játékot, és most a döntőbe a másik 10-et, hogy tulajdonképpen akik tovább jutnak, azok minél jobban fel tudjanak készülni erre az országos elődöntőre. A kicsiket szülők, nagyszülők, ismerősök kísérték el a versenyre. A városi döntőbe jutásért ádász csatát vívott a Derkovics és a Gotthárd iskola. Ez a két csapat pályázott a legnagyobb eséllyel az országos elődöntőre. A városi elődöntő nagyon szoros küzdelemben második helyen végeztünk a Derko mögött, nagyon kicsi különbséggel, 2 pont különbséggel, ami akár máshogy is lehetett volna, és hát a cél az mindenképpen az első háromba lehetőség szerint való bekerülés. A versenyt végül az Rínyi csapata nyerte a derkovicsosokat megelőzve, így ők képviselhetik majd a szombathelyi színeket az országos elődöntőben. Megtartotta évzáró összejövetelét az Illés Béla Labdarúgó Akadémia. A rendezvény keretében átadták az utánpótlásképző bázis legjobb játékosának járó díjat, amelyet idén Kis Tamás kapott. Immár 9. alkalommal tartották meg az Illés Béla Labdarúgó Akadémia évzáró rendezvényét, melyet ezúttal is a karácsonyi ünnepek felvezetésének tekintettek. Az ünnepségen Illés Béla tulajdonos kiértékelte a 2015-ös esztendő eredményeit, majd pedig megjelölte azokat a célokat, melyeket jövőre szeretnének megvalósítani. Mindig törekszünk a jobbra, tehát mindig szeretnénk minél jobbak lenni. Én bízom benne, hogyha jövőre itt állunk és beszélünk, akkor arról azt tudom elmondani, hogy mennyit fejlődött az akadémián a különböző korosztályos csapatoknak a játéka és a munkája. A hagyományoknak megfelelően az akadémia elöljárói a szakmai stáb segítségével ezúttal is megválasztották a különböző korosztályok legjobbjait, akik az elismerés mellé ajándékokat is átvehettek. A legjelentősebb díjat, az akadémia legjobb játékosának járó oklevelet Kis Tamás vehette át. Nagyon megtiszteltetésnek és meg szeretném köszönni a minden edzőmnek, a Desit Szilárdnak, a szakmai igazgatóknak. Nagyon több munkára sarkal, még több a következő évben, és még több munkát szeretnék ezzel elvégezni. És én beszeretnék hamar mutatkozni a nagy csapatba, minél hamarabb. Az utánpótlásképző bázis ifjú futballistái az iskolai szünet idejére hazautazhatnak szüleikhez. Azt követően pedig januárban megkezdik majd a felkészülést a 2015-16-os szezon folytatására. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi 7.hu hírportálunkon olvashatják, híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!